Az elmúlt 5 év munkáiból válogattak évvégi záró kiállításukra a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium képző és iparművészeti tagozat alkalmazott fotográfus diákjai. Az 5 végzős tanuló ezúttal saját kedvenceit mutathatta meg a közönségnek. A megnyitón Csutkai Csaba fotóművész kiemelte, a nyíregyházi diákok azért is kimagasló tehetségek, mert a művészeti szakgimnáziumban komplex képzésen tanulnak. Így például a művészettörténet vagy a filmesztétika órák sokat segítenek a gyakorlatban. Az, hogy ez a tehetség mennyire lesz folytatható, hogy mennyire fogják megérteni azt, hogy a tehetség az az egész életüknek, művészetüknek, alkotásoknak 5% és a hozzáállás az pedig 95%. Bízom benne, hogy ez a két párosítás meg lesz az ő lelkükben, szívükben, és örömük lesz még az ő képeiknek a nézése. A fotóművész beszédében hozzátette, tapasztalatai alapján a képzés során a 2. és 3. évben alakul ki a diákok saját képalkotási szemlélete. Az utolsó 2 évben a megszerzett tudásukat csiszolgatják, amelyből kialakítják sajátos látásmódjukat. A nyíregyházi diákok tehetségét az is jelzi, hogy Hajdú Beáta dobogós helyezést ért el nemrégiben egy országos versenyen. Az országos középiskolai fotópályázaton lettem 2. helyezett, ez egy sorozat végül is, mindegyik kép összefüggésben van, a másikkal egy történetet mesélnek el, számomra közelálló történetet. Hát igazából ez egy nagyon meghatározó része volt az életemnek, ezért szerettem volna ezeket képformájában megjeleníteni, ez ilyen 4-5 hónapon keresztül készült, és igazából hát mindegyik egyéni ötlet alapján. Serbán Ágota, szintén művészet is végzős diák, pedig külön díjat kapott az országos középiskolai fotópályázaton. Oklevelét ő is a kiállítás megnyitóján vehette át.